A paradicsom és a barack sem maradt ellenőrzés nélkül a nagybani piacon. Minden szemzöldség és gyümölcs tárolását, szállítását és kereskedelmét ellenőrizték a hatóságok egy kétnapos akcióban május végén. A pénzügyőrök és adószakértők munkáját a NÉBI és a rendőrség is segítette. Tavaly ősszel egy bűnszervezet több milliárd forintos költségvetési csalásának vetett véget a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amelynek fő tagjai a piacon üzletelő vállalkozók voltak.